Torony magas esélyesként várta a Szent Lőrinc elleni hazai bajnokit a Szombathelyi Haladás labdarúgó csapata. Az újonc vendégek a kieső helyen álltak, és a legutóbbi fordulóban kikaptak a sereghajtó Deasztól. Jó szellemben kezdte a találkozót a Hali, a házigól király Meggyes Zoltán találatával az első negyed óra végén megszerezte a vezetést. A támadó a labdát egyedül végigvitte az ellenfél térfelén, kicselezett három védőt, majd rövidbe passzolt. Az első félidő utolsó percét a Szent Lőrinc uralta, ennek ellenére a 45. percben a Haladás tudta növelni az előnyét, méghozzá nem is akármilyen akció végén. A fiatal debreceni egy szenzációs esernyőcsel után indította Németh Máriót, aki tökéletesen talált a remek ütembe érkező Rácz elé, így 2-0-ás állással vonultak a szünetre a csapatok. A második játékrész nem hozott közönség szórakoztató futballt, leginkább a mezőnyben gyűrték egymást a játékosok. A Haladás a 73. percben döntötte el végleg a 3 pont sorsát, Meggyes hozta óriási helyzetbe Rácot, akinek a próbálkozását bravúrral még védte a kapus, ám a csereként beálló Tóth Barnának csak az üres kapuba kellett bólintani a kipattanót. A 4-0-ás végeredmény a 85. percben alakult ki, a bomba formában lévő Meggyes Zoltán a jobb oldalról betörve ezúttal 2 vendégvédőt cselezett ki, majd ballal a hosszú alsóba bombázott. A Haladás a Békés Csaba elleni fölényes győzelem után ismét magabiztosan nyert hazai pályán. A végeredmény Haladás Szent Lőrinc 4-0. Ami a játékot illeti, ez értekhetetlen volt számomra. Taktikai utasításokból talán első gólig valami kaptam vissza, onnantól kezdve középső zónát védekezés, totál káosz, tehát olyan gólok kapunk, ami úgy érzem, hogy fegyelmezetlenség, dekoncentráció. Egyszerűen én nem szeretnék értékelni a mérkőzés, egyértelműen a hazai csapat sokkal jobb volt. Eltiltott és sérült játékosok is hiányoztak a Haladás keretéből, ezért Mátyus János elégedettségének adott hangot a találkozó után. Ugyanaz ezzel sebből végzett a csapatunk, de vagy a keretünk, de a játékosok megértették azt, hogy bármennyire sok a hiányzó, a mai napon ez volt a legjobb Szombathelyi 11, és az első pillanatok kezdve úgy játszottunk, ahogy az itthon hazai pályán az egy közönség előtt elvárható, és csodálatos mérkőzés játszottunk, hogy mondtam az előbb, és megérdemelten nyertünk, talán nem túlzás, bár az ellenfelet tisztelem, megtettek minden, de talán gólkülönbség sem túlzó. A válogatott szünet után lép pályára legközelebb a Hali, november 22-én a Deac otthonába utazik.